és népünk számban nagyon is megfogyatkozva, de újra kezd építeni, újra talpra áll, mert Isten segítségével, a nagyasszony oltalmával életképesek voltak. Később is jöttek a veszedelmek. Emlékszünk a szabadságharc véres küzdelmeire, Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos vezetése alatt mennyit harcoltak, és milyen sokan életüket áldozták. Jön az első, majd a második világháború, katonáink véreztek a frontokon, szaporodtak a tömegsírok. Nemrég szoros kő árnyékában lévő falun, Háskúton két tömegsír, és annak emléktábláját áldottam meg, magasrangú vendégek jelenlétében képviseltette magát a szlovák belügyminisztérium, a magyar belügyminisztérium egy tábornok mondott szép beszédet, meg említve, hogy több mint 50 országban a világban vannak tömegsírok, amelyekben magyar hősök valószínűleg örök álmodat és várják a feltámadást. Milyen jó is lenne, hogy a tanulmány a múlt hibáiból, tévedéseiből 60 évvel ezelőtt dolgálékül Mindszenti József bíboros boldogasszony évet hirdetett, rámutatott az összetartás hiányára, az erkölcsi válságra, a békétlenségre. Sajnos nem fogadtuk meg szavait, és így figyelmeztetése ma is időszerű. Népünk jelentős része távolodik Istentől. A családok szétbomlanak, egyre kevesebb gyermeket vállalnak, elhanyagolják vallásos nevelésüket, és pusztul a nemzet. A közelmúltban, vasárnap reggel nyitom a templomot, nincs egyesztés sem. Szegény az épülése, maga harangozik a pap. Mit imlizik ott egy kisfiú? Megszólítom őt. Hát gyere templomba. Ő nem jár. Hát miért? Hát te nem vagy keresztény? Én nem. Hát nem vagy megkeresztelve? Bizony nem. Erre odaírnak a szülei. Mondják, dehogy nem, meg vagy te keresztelve. Szülébe jönnek a templomba, imádkoznak. A szentmisék nem várják meg, de kirándulni mennek az erdőbe. Hát sajnos nem egyedülálló helyzet, és ha elfelejtenék, hogy ilyen magatartással bizony nem a szép jövőt építjük. Aztán ne csodálkozunk, hogy elárulnak iskoláink, vagy később templomaink is. Pedig ma is hangzanak lelkünkben a költő szavai. Ne hagyjátok a templomot, ne hagyjátok az iskolát. Figyeljünk az üzenyára. Nagyon szörnyűkra. De nem sokat prédikált. Egy csendben szolgált. Hűségesen, kitartóan.
az első csoda is, hogy Jézus tett, az ő szavára történt. Akkor kimondta nagyon fontos szavakat, bármit mond, tegyétek meg. Bármit mond Jézus, tegyük meg. A szűzanya mondja ezt ma is. Engedjétek hozzám a gyermekeket. Ne akadályozzátok meg őket. Szent Máté jegyezte ezeket a Jézusi szavakat. Érdemes elgondolkozni, hogy nagyon fontos, hogy szépen énekeljünk. Nagyon fontos, hogy szépen imádkozzunk, de nagyon fontos, hogy Jézus szavaira, tanítására, evangéliumára is odafigyeljünk. Ő évszázadokon át mindig meghallgatta népünk könyörgését és kérését, megtartott minket a történelem viharaiban. Nem rajtunk a sor. Figyeljünk az ő figyelmeztetésére, amíg nem késő. Vegyük komolyan Jézus evangéliumát, és bizonyítsuk, hogy méltók akarunk lenni áldott őseink örökségéhez. Megőrizzük a drága kincsünket, a Szent Koronát és Szent Hitünket. Fontos, hogy tovább is lelkesen énekeljünk, és Jézus tanítása szerint éljünk. Így legyünk valóban hiteles tisztelői a szűzanyának, aki imádkozik értünk az örökké valóságban, és várja, hogy Szenttől Szentbe találkozhassunk vele oda, Szent Fia országában. Amen. Köszönjük, gyerek, most egy megáldom az a térjelemez, amely ez a Szent Napra ünnepre készül, és azért most, hogy oltára helyezhessük, mint egy ajándékát a Szent Korona Kórusnak, és soráljának, hogy Istenek az oltárnára helyezve ezen kórust dalai ünnepét. Urunk és Istenünk, most, amikor a Szent Korona Kórus fennállásának az egyik évfordulóján ünnepét, hálás szívvel helyezi elé ennek a 10 évnek munkáját, minden örömét és sikerét, de fáradtságát és áldozatát is, és áldozatot kérjük, hogy áld meg és fogadd el tőle mindenhez. Továbbá elé helyezi ennek a 10 évnek énekeiből készült válogatást, amely demeszfelvételét, amelyen szeretné megörökíteni hívő népünknek egy szolgálatát, és ilyen formában is tovább életesül az. Ezért kérünk, add áldásodat ezen lemezekre, hogy elsősorban a te dicsőségedet szolgálják. A kórus tagjainak szívét töltsd el a jól végzett munka örömével, és akik majd hallgatni fogják énekeiket, azoknak lelkét gazdagítsd szépséggel és igazsággal. Ilyen szándékkal áldjuk meg ezeket a lemezeket, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Kedves testvéreim, ezzel a jubileumi szentmisén hálakkel szívvel mondjunk köszönetet a mindenható Istennek, a Szent Korona Kórus tagjaival együtt.